Következő játék a Lokoloko. Az. Lost Echo egy direkt mobilokra fejlesztett kalandjáték, egy kicsit cég által. Ennyi kell tudni róla, hogy egy-két éve jelent meg először Alma telefonokra és iPadra, és azt hiszem idén jött ki androidos készülékekre. Egy skifis játék, tehát valahol a közeljövőben járunk, ahol a főszereplő meghívta kávézni a barátnait. És éppen jól elkávézgatnak, amikor egy robbanás történik, és a lány eltűnik. A Ipse meg kómába esik, és felébred pár nap múlva, és mondja, hogy mi történt a barátnőmmel? Még van barátnő? Tehát a nő nem is létezett volna, az teljesen kitöltött a történelemből, meg univerzumból, és azt kell kényomozunk, hogy mi történt vele. Maga a játék egy 3D-s Unity-val készült cucc, meglepően jól néz ki. Tehát látszik, hogy dolgoztak rajta, szép három grafikája van. Ó, az nagyon jól néz ki. Tűjeles az egész. Akkor egy kis fényerőt. Szép szerintem, tehát olyan, mint egy PC-s játék mondjuk 10 éve. Igen. Csak mondjuk HD-ba. Nem még annyi. Igen, igen. De tényleg nagyon jól néz ki. Főleg a dizájn, ami nekem tetszik, ezek a futurisztikus napraforgók, mondjuk ezek szép forgók, tök jól néznek ki. És éppen az intrót indítottam el, lássuk, hogy milyen szép a grafika. Aha. És amit hiányoltam a játékból, az a szinkron. De nincs benne egyáltalán. Nincs benne egyáltalán. Hmm. Szerintem túl kicsi volt a költségvetés, vagy nem tudom. Uh-huh. Elején idegesített, aztán rájöttem, hogy így jobb, mint ha valami kis költségvetésű, placeholderes nyomorék szinkront hallanánk egész végig. Az igaz. Tehát itt olvasgatsz, mint egy régi kalandjátékban. Mondjuk ez egy első epizódja a sorozatnak, mert lesz annyi pénzük, hogy a többiben mondjuk egy minőségi szinkron készítenének. Rengeteg a szöveg egyébként? Sok, tehát sokat kell olvasni. De ez jó, mert azért kalandjáték. Olvasgassunk bele, éljük magunkat a karakterek életébe. Dumál hozzád a bácsi. My name is... UFO. UFO nyelven. Megkérdezzük a nevét tőle, és veszünk tőle egy fagyit, mert vaníliát kérünk tőle. És akkor egy fikászik, hogy vaníliát akarsz enni, mindenki vaníliát eszik. Ez nem majd vaníliafagyis person. Ezt tetszik ebben a játékban, mindig fogadja a kamerát szépen. Tehát kihasználja, hogy 3D-s. Ha már legyártottak ennyi tárgyat, meg objektumot, azért szépen mutogatni kell. Igen. Még ahogy nézem, az animációk azért nem teljesen... Azok ilyen régényes, igen. Magas színvonalúak, igen. Valószínűleg nem használtok motion capture-t. Nagyon valószínű, igen. Ezt észreveszed. Ami nagyon tetszett, azok a logikai feladványok. Kihasználja, hogy mobilokra készült a játék. Tehát érintőképernyős cuccok vannak. Például föl kell tenni a mobiltelefont, és akkor forgatni kell, ránagyítani, és akkor mint a képre ránagyítani, tehát érzékelj a érintőképernyőt rendesen. Ez tetszett benne, meg azt, hogy vannak helyszínek is, azt a mobillal tudod kiválasztani. Igen, és akkor open map. És akkor el tudsz menni haza, mondjuk. És akkor szépen mész a lakásba, a kamera követ, tök tetszik. Lényeg, hogy itt a helyszínek között kell menni, tárgyakat felvenni, beszélgetni emberekkel, megoldani a feladványokat. Például be kell jutni ebbe a házba, és az ajtón megfelelően kell kopogni. Tehát meg lesz mondani, hogy kell kopogni, és ezt tök jó, tehát kihasználja az érintőképernyőt. Ez jó pofa mondjuk. Igen, és egy csomó olyan, hogy szekeszteni egy fegyvert, és akkor forgatod, megkeresed a hasznos pontok. Vagy volt egy olyan, aki kell szedni a bőrbe a nyomkövető csipet, mert jövőben mindenkinek van egy csip a bőr alatt, minden legyen. És akkor igen, necceni szikélyen, és akkor így húzod a kezed. Aha, értem. Tehát én tök jó dolgok van. Tehát igazából az a kuriózum ebben a játékban, hogy amire készült, ott megpróbálja kihasználni a feltételeket. Ez olyan, mint az első Nintendo DS-es játékok, amit kihasználták a érintőkijelzős készülékre készültek. Itt volt a legjobb logikai feladvány az egész játékban. Itt van egy hátsó épület. Téged először nem találtam meg, hogy itt azért gonosz volt a kamera, itt észrevenni, de el kell menni balra. Én nem. De én szóltam, hogy hova kell menni, aztán rájöttem. És itt pókerezni lehet benne. És onnan kell kihozni egy kártyalapot, hogy menjél, hogy hozzon a partnered. De nem vihetett ki az ajtón, és egy ilyen bárba van, és a pincér mindig kiviszi az italakat, és akkor be kell csinálni pénzt az ital alá, és ott az így kiviszi. Tehát ilyen tök jó gondolkodtató feladványok vannak. És ő mindig csal, úgyhogy fölnéz oda a lámpára, és ott látja, hogy milyen kártyáid. Aha. És ezt kell kiderítani, hogy csal.
Hát aki egy kifejezetten mobilra készült kalandjátékra kíváncsi, illetve arra, hogy hogy használják ki logikai feladványokon keresztül magát. Úgyhogy egy teljes értékű játékot kap, nem egy leegyszerűsített gagyi valamit, hanem ez úgy, ahogy van, nem lehetne PC-n és egy kicsi grafikai tupír után szerintem. Meg szinkron hang. Hát igen, csak ott értelmét veszteni ugye az, hogy magát igen. Az érintőkijelzőt ki tudjuk használni a logikai feladványoknál, igen. De érdemes. Egyébként az ingyenes játék, vagy pénz, vagy körül? Mennyi körülbelül? Pontosan mennyi, de ő szerintem a 2-3 körül van. Főleg, hogy csak első epizód, tehát epizódikus lesz. Elvileg. Nézzetek utána a Lost Echo. Lost Echo. Az a cím a játéknak. Van Alma telefonokra, droidos telefonokra, Windows Phone-ra, azt hiszem. Lehet PC játszani, androidos emulátorra, megy ez mindenem. Érdemes beszerezni. Igen, de javasoljuk, hogy a telefonokon próbáljátok. Igen, ez egy élmény ez a játék. Ma írok egy cikket róla.